Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Kovács Zoltán vagyok, a Napfényes Étterem kreatív séfje. Ma egy nem mindennapi receptet fogok készíteni nektek, egy olyat, ami a gyakorlott kezeknek is kihívás lehet. Egy édesburgonyás gnocchi tésztát fogok gyúrni, ehhez minden részletét át fogjuk beszélni, meg fogom mutatni, és a végén egy serpenyőben oliván, növényi sajttal, spenóttal fogom átforgatni, és már tálaljuk is. Gyertek, készítsük el ezt is együtt! A gnocchihoz egy burgonyás tésztát kell készíteni. Itt a burgonyát most az édes burgonyával szeretném helyettesíteni, és első lépésként begyújtottam a sütőt, hogy forró legyen, és ebben a tepsiben szeretném őket elősütni. A burgonyát egyébként megfőznénk vízben, héjában általában meghámoznánk, és abból készül a tészta. Az édes burgonyát viszont nem szeretném főzni, hiszen túl sok vizet szívna magába, és túl hamar meg is főne, a sütés tökéletes lesz nekünk. Fölkockázom először őket, tetszőleges méretre lehet kockázni. Én most ilyen 2x2-es kockát javaslok, elég hamar meg is fog sülni. Utána pedig össze fogjuk törni villával. Meg is vagyok a vágással, elterítem egy kicsit, elég sok lett, de ne aggódjatok, el fogjuk tudni használni. Ami esetleg megmaradna, abból lehet készíteni egy salátát, vagy a másnapi ebédhez egy köretet. Nagyon egyszerű lesz az ízesítése, egy kevés sóval megszórom, úgy csak, hogy ne legyen ízetlen utána maga a gnocchink. Egy pici szerecsendióm van, őrölt változat, most nem vacakolok, így megszórom, és egy pici olívaolajjal meglocsolom. Két kanállal kap egy keverést, nagyon jó. Eloszlatom egyenletesen, hogy ne legyenek túl vastagon, és már mehet is be az előmelegített jó forró sütőbe. Szerintem egy negyed óra, 20 perc elég lesz neki, 200 fokra állítottam. Puhára sütöttem az édesburgonyát, és hagytam egy órát kihűlni. Fontos, hogy melegen nem érdemes lepaszírozni, pláne nem begyúrni a tésztát. Na, ezt az édesburgonyát most átlapátolom ide a kis üvegtálamba, és valamennyit hagyok, mert majd a gnocchikat szeretném egy kis kockára vágott burgonyával még dúsítani. Többit addig félretettem, és ami itt van, az pedig ezzel a kis szerkezettel, ezzel a retro krumplitörővel szeretném teljesen pürésíteni. Na, kész is vagyok, kellőképpen krémes lett, nincsenek benne nagyobb darabok, jöhet is a gyúrás. Hát először is picit beízesítem. Szükségem van egy kevés sóra, ugye fel fogja venni még a lisztet, és ezért az ízek is fel fognak hígulni. Egy kevés őrölt szerecsendiót szórok még rá, azt már sütéskor is tettem rá, és egy pici bio margarint fogok még rátenni, nem kell sok, így. És most jön a rétes liszt, amivel egyelőre csak beszórom. Készítettem már szilvás gombócot is ide a csatornára, az is hasonló elven működik. Először megnézem, hogy hogy viselkedik, hogyha csak körülbelül fele annyi mennyiségű rétes lisztet szórok rá, mint amennyi a burgonyának a súlya. Elkezdem begyúrni, és majd a nedvesség tartalma meghatározza, hogy mennyire van még szükségem, hogy szórjak rá. Az a lényeg, hogy ne ragadjon a tésztánk, álljon egybe, de semmiképpen ne ragadjon, formázható legyen. Itt még azért érzem, hogy a kezemhez tapad, úgyhogy jöhet még hozzá egy kis rétes liszt, ezt nem említettem, ez tönköly rétes liszt, de használhattok bármilyet, amit szeretnétek. Nem szeretném, hogy biztonsági legyen, hogy nagyon kemény legyen, de az sem, hogy ragadjon. Viszont még egy kis lisztet megszavazok neki, és már rögtön ide a kezemre szórom. Ezt még belegyúrom, és szerintem így jó is lesz. Óvatosan dolgozok már vele így a vége felé, nem turmixolom, és persze felmerülhet a kérdés, hogy esetleg robotgéppel be lehet-e gyúrni, nem javaslom. Ez inkább ez egy finomságot kér, és hogyha úgy érzem, hogy már a végét járja, akkor ki lehet
egy ilyen fa felületre borítani, és akkor még itt átmozgatom egyszer-kétszer. Úgy néz ki, hogy jó lesz, így lemorzsolom a kezemről a maradék kis darabokat, és még ezt bele lehet forgatni a tésztába. Fölvágom néhány darabra, amiket utána ki fogok nyújtani. Itt szeretném kinyújtani. Egy kicsit így még lisztes is lehet, úgy. Egyszer kinyújtom így, és félreteszem, jöhet a következő. Na, kinyújtottam az összeset, adok még neki egy kis lisztet, így. Így fölvágjuk ilyen galuskákra, ebből lesz a nyokkink. Ha igazi, autentikus nyokkit szeretnénk készíteni, akkor vagy érdemes beszerezni egy bordázott fát, amit kifejezetten erre gyártanak, vagy pedig valamilyen segédeszközt keresni. Én ezt a villát szeretném most, és ennek a villának a hátulján így megnyomom, csak így áthúzom egyszer a nyokkit. Ha nincs kedvetek játszani vele ennyire, akkor így, ahogy van, meg lehet főzni őket. Nem muszáj ezt végigvinni. Így megnyomom egyszerűen, és utána csak így az ujjammal hajtok rajta egyet. Hogyha mártást kap ez az étel, akkor sokkal jobban felveszi a szószt, a szaftot, a növényi sajtot, meg majd a spenótot, hiszen nagyobb felületen érintkezik majd a mártással. Majdnem kész vagyok az összes tészta formázással, de közben forra vizem, és muszáj elkezdenem a főzést, mert valószínűleg két részletbe fog sikerülni. Először is bőven megsózom a vizet, hogy kellőképpen ízes legyen a végeredmény, és így, ahogy van, óvatosan a kis lisztes felületű tésztákat belehelyezem a forró vízbe, vigyázzatok a felfröccsenő vízre, nehogy megsérüljetek. Nem fognak összeragadni, hiszen a liszt biztosítja azt, hogy egymástól távol maradjanak, azért is jó, hogyha a felületük picit lisztes marad. Óvatosan átmozgatom, hogy ne tapadjanak le esetleg az edény aljára, és addig fogom főzni őket, egyrészt még felforr a víz, másrészt pedig, hogy feljönnek szépen a tetejére, megpuhulnak, és utána egyből kiszedem őket, és egy picit lehűtöm. Szépen feljöttek a tetejére, nézzétek, fort is 1-2 percet, úgyhogy biztos, hogy átfőttek, közben lekapcsoltam a tűzhelyet, nehogy esetleg szétmáljanak, és ide kiszedem ebbe az üvegtába, amibe gyúrtam, így egybe egyelőre, és azonnal megyek és átmosom egy kis hideg vízzel. Tehát a nyokkival elkészültem, és közben felkészítettem az asztalt a következő művelethez, mégpedig készre csinálom ezt a fogást, nem csak így magába fogjuk fogyasztani ezt a narancssárga tésztát. Ehhez forrósítok egy edényt, ha lehet tapadásmentes serpenyőt, olívaolajat pöttyintettem rá, és szeretném ezeket a kis galuskákat megpirítani. Már a pirítás elején picit fűszerezem, egy kevés zöldbors mehet rá, úgy két gerezd fokhagymát ráreszelek, hadd piruljon össze vele, óvatosan átforgatom, így lehet földobni egy kicsit. Ehhez az kezdenek színt kapni a kis galuskák, amint látjátok, az a jó, hogy egy picit odapirul, kap egy kis pörzsanyagot, egész más lesz a zamata. Egy kevés Vegamix sót is teszek rá, ez az egyik kedvencem, már jól ismeritek. Nagyon jó, kicsit odapirultak a kis galuskák, most mehet rá a spenót, amit leszáraztam előtte, óvatosan átforgatom, hogy találkozzon a serpenyővel a spenót is. A hő és a só hatására szép lassan össze fognak esni, kezdenek megfonyadni szépen a zöld levelek, de még nagyon erős, erőteljes a színük, és nem szeretném túlpárolni őket, viszont egy kevés biomargarinnal még megkínálom. Most következzen az az édes burgonya, ami az elején megmaradt, direkt félretettem. Most jön egy kis reszelt növényi sajt, adjon egy kis mártásos jelleget, vonja be itt a olvadjon közé a galuskáknak. Kevés szójaszósszal lötykölöm még,
ez is ad neki egy plusz ízt. Nézzétek csak, ahogy megolvad a növényi sajt közé, picit a szójaszószal, sötétebb lett, kezd kialakulni ez a mártásos jelleg. Keresek egy megfelelő tányért, és hamarosan tálalunk is. Ezt nézzétek, isteni lett, mamma mia, fantasztikus az étel, már kinézetre is, illatra is, és most muszáj megkóstolnom, mielőtt a stáb nekiesik. Először is hitelesítem az ételt, tökéletes. Arra biztatlak titeket, bátran kísérletezzetek, próbáljátok meg más zöldségekkel, más ízesítőkkel, remélem tetszett, és elkészítetek ezt az ételt is. Találkozunk a jövő héten, sziasztok!